A különféle betegségek megelőzése céljából szerveztek szűrőnapot a Család és Nővédelmi Központban. Az eseményre azokat a 20 és 65 év közötti hölgyeket várták, akiknek fontos az egészségük. Keresztúri Lászlóné elmondta, a hét mindennapján szeretettel várják a pácienseket. Idejében észrevett dolgokról beszélhetünk, tehát ha bármilyen nőgyógyászati elváltozás van, ami kenetvétellel észrevehető, vagy ha valakinek még panasza is van, azt is elmondhatja, ez erre tudnak most az orvosok tanácsot adni. A vizsgálatokat többek között Gyuranec Miklós végezte, aki azt tanácsolja mindenkinek, hogy évente legalább egyszer keresse fel nőgyógyászát, hiszen az időben észrevett esetleges megbetegedés még gyógyítható. Azért fontos, hogy a betegséget abba a korba találjuk meg, amikor nem okoz még panaszokat, sőt még ki se fejlődött, hanem a rosszindulatú, daganatos betegség előtti fázisban vagyunk. Tehát amikor még meg tudjuk gyógyítani a betegeket, ez gyakorlatilag nőgyógyászati méhnyakrák szűrés esetén a P3-as citológiát jelenti. A szombati napon nem csak méhnyakrák szűrésre volt lehetőség, vércukor, koleszterin és vérnyomás mérést is végeztek az orvosok.